Sziasztok! Szombat késő délután van. Gondoltam, hogy bejelentkezek. Üdvözöllek benneteket, minden nézőmet, minden feliratkozómat. Egy ilyen egyveleg videót fogok majd feltölteni nektek, amiben lesz a miket ebédeltünk, lesz két étel, amit bemutatok, hogy én hogy készítem el. Lesz benn kettős pár vásárlás, ez ilyen kisebb vásárlások, meg egy ilyen zöldséges. Igazából nagy vásárlások most nincsenek, sok mindenünk van itthon egyébként, de olyannyira, hogy 23-ára rendeltem egy osant. Nyilván a közben lesz kis vásárlás, azt be fogom nektek mutatni. Legyen nagyon-nagyon szép hétvégétek, sziasztok! Vettem recsifalmát, ebből 5 darabot, Bencének egy rózsaszín fánkot, a kutyának nyakat és szívet, abból 2 dobozzal vásároltam. Hát ez egy picikét már ilyen fonnyattabb, 100 forintért vettem, de egyébként ha a külső részét lehúzom, akkor nagyon jó lesz. 500 forint volt ez a mag nélküli piros szőlő, remélem finom lesz. Most 209 forint a mozzarella, a laktózmentes is, és jól láttam a másik is. Hát most már sajnálom, hogy csak 2 hoztam belőle. Bencének harmót, aztán fogyóban van a mosogató szerem, a kedvencem, és biztonsági tartaléknak vettem egy ilyen büdzséset. A keresztlenyoméknak vettem egy unikornis sütikiszúrót, vettem egy paradicsom magot, meg egy petrezselyem magot, amit már leejtettem. Aztán vettem egy kenyeret, tigris kenyér, ez jó kenyér, több napig eltartható. Hát egy kicsit sok a 75 deka, de majd csinálok belőle panírmorzsát. És egyébként azért vettem kenyeret, mert holnapi napon kolbászt fogok sütni, és hurkát, azt is vettem. És nem csinálok hozzá krumplit, hanem kenyérrel fogjuk enni. Ma rendelünk ebédet, mert ilyen osztott munkaidőben vagyok, tehát már jártam az irodában is, de még innét itthonról is dolgozom. Vettem egy álfonyadét, ezt igazából én szeretem, és az ebédhez vettem még egy kólát, vettem egy oreót, nem egyet, igazából 2, egyet a Bencének, egyet pedig az egyik kis barátjának fogja majd elküldeni. A zöldségesbe vettünk egy uborkát, egy ilyen nagyobb, ez a fürdős koktélparadicsom, 1600 forint volt kilója, gyönyörű szép, perszemgombát vettünk, egy csodálatos fej salátát, és még csemege és kovászos uborkát vettünk a zöldségekben. A Spárban ott egy csomag retket, akkor 2 alkoholmentes sört, ez egy gránátalmás, ez egy megyes, és a Bence most nagyon rákapott erre a kis italra, ebből vettünk neki 2, és amit még nekem vettünk, az a szokásos hétvégi virág, most ilyen narancs színű tulipánt választottam magamnak. Vettünk még 1 kiló répát, egy rétes lapot, ezt a büdzséset, valamint most vettem ezt a rozskovászt. Igazából én kovászt úgy szoktam készíteni, tehát én ugye nevelgetem a kovászt. Még ezt a szárított formát, ezt nem próbáltam ki, ki fogom majd próbálni. Aztán 1/2 kiló darált hús, ez nekünk ugye mindig kell, Bence az többször kér fasírtot, és mindig valami utánpótláshoz kerül így a, márhogy darált hús a hűtőbe. Ez már le volt akciózva, ez a Regnum sertés tarja. Hát nem is tudom, 4-5 szelet, ez most majd bemegy a fagyasztóba. Aztán sertéscomb, ez most akciós jelen pillanatban, és ez ilyen tudjátok, szerintem ilyen hétvégi akció lehet. Ez sertéscomb, és majdnem 1,5 kiló, gyönyörű szép, tehát ez a dió része is benne van. Aztán
mert nagyon régen volt tényleg töltött csirke comb, és holnap lesz, úgyhogy vettünk egy egész csirkét, és amit még vettünk, az egy májas. Sziasztok, a mai ebédünkhöz, hát ilyen kínai, én kínainak hívom, káposztasalátát készítek, hogyha jártatok már ilyen kínai gyorsétteremben, biztos, hogy ettetek ilyet, ugye semmi más nem kell hozzá, mint a káposzta és répa, és egy csípős kis öntet. Én tettem ide ebbe a kis tálba eritritet, egy kis sót, egy picike piros paprikát, és ilyen darabos jalapeño paprikát. Igazából őrölt chili paprikával csináltam volna, de az pont elfogyott, úgyhogy ezért került bele egy kis piros paprika színe miatt. Fogok tenni majd egy picike vizet és egy kis ecetet, és rá fogom tenni majd erre a keverékre. Összeforgatom, és akkor félreteszem, hogy vegye át jól az vizeket. Így néz ki. Természetesen egy kicsi szójaszósz is került bele, azt elfelejtettem nektek mutatni, de én beleöntöttem ebbe az öntetbe, megkóstoltam, finom lesz, ezt félreteszem, és pont jól összeérik, amire ebédelni fogunk. Paradicsomos húsgombócot fogok készíteni, tettem már ide darált húst. Hát ez körülbelül olyan 25-30 deka darált hús, felvettem egy tojást, és a felét tettem bele, mert ennyi húshoz ez elég lesz. És amit fogok beletenni, az egy kicsike újhagyma, bors, só és fokhagyma granulátum. Ezt most ide bele teszem, és akkor én kézzel szoktam ezt egyébként összeforgatni, hogy mindenhol jól átjárják az ízek a húst, és akkor utána egy icike-picike olajon, ugye ezt a húsgombócot, ezt majd át fogom sütni, és utána fogom majd a paradicsom szószba beletenni, és azzal együtt még majd főzöm egy kicsit. Amíg a húsban egy kicsit összeérnek az ízek, addig elkészítettem a paradicsom szószt. Egy serpenyőbe beletettem a paradicsom szószt, egy pici vizet öntöttem hozzá, tettem bele egy pici sót, eritritet, egy kis fokhagyma granulátumot, bazsalikomot, oregánot és borsot, és ezt ugye elkeverem, és egy kicsit főzöm. Hát lehet, hogy még majd fog bele kelleni egy kis víz, majd meglátjuk. Ugye ez a paradicsom szósz, és ugye ez a húsgombóc, most az inkább egy olaszos lesz, és nem a mi magyaros paradicsomos húsgombócunk. Spagetti tésztát fogok majd főzni hozzá. Közben megy a mosógép az ágyneművel, úgyhogy azt várom, hogy ki tudjam majd teregetni. Elég szép idő van, hűvös, de lengedezik a szél, süt a nap, úgyhogy nagy valószínűség szerint meg is száradnak, amit kiteszek az erkére, és akkor azt este vissza is tudom már húzni. Legalábbis remélem, hogy így lesz. Aztán majd meglátjuk. Hát, ha nem, akkor megveszek elő a szekrényből majd másik ágyneműt. Itt ez a pár húsgonyó. És hát beletettem egy kis olajba, látjátok, hogy ez nem sok olaj, és majd ugye folyamatosan forgatni fogom, hogy szépen átpiruljon az egész, és akkor ugye majd ezt ki fogom szedni egy tányérra, és hát meglátom, hogy mennyi olaj marad alatta, hogyha soknak ítélem, akkor öntök le belőle, mert ugye itt már majd lesz pörzsanyag, és ugye arra majd ráöntöm a paradicsomszószt, összeforralom, tehát hogy még ez a víz is belekerüljön majd. De hát mutatni fogom nektek ezt. Itt már ugye fordítottam a húsgolyón, látjátok, hogy milyen szépen megpirul, és most majd megint fordítani fogok rá egyet. Kivettem már a húst, gyönyörűen megpirult, és itt van a pörzsanyag ebben a serpenyőben. Hát az olajat azt én leszettem róla, valamit szükségünk, és akkor most fogom ezt a paradicsomszószt, és ráborítom. Természetesen, ami itt a serpenyőben maradt, azt még majd ki fogom szedni, és akkor ugye ezzel majd még összeforralom, hogy ez a pörzsanyag feljöjjön, és ez még egy plusz finom ízt fog adni majd ennek a paradicsomszósznak. Visszatettem az eredeti serpenyőbe a paradicsomszószt, rátettem a húst,
Azért tettem vissza, mert ennek az evényemnek van fedője, annak a serpenyőnek nincs. És akkor ezt ugye még lassú tűzön, tehát kis lángon, még főzni fogom egy kicsit, mert szerintem, tehát itt a paradicsom az már jó lenne, viszont ugye a hús közepének még azért kell egy kis hőkezelés, de már nem sok idő fog kelleni neki, szerintem egy jó negyed óra. És itt van a végeredmény. Remélem, hogy nagyon finom is lesz. Thank you.